Hosszú évek óta küzdött Izmény a vízelvezető árok problémáival. Az iszaposodás rengeteg gondot jelentett a település lakói számára, mert a vízaknák rendszeresen felteltek hordalékokkal. A Kotrás csak ideiglenesen orvosolta ezt a gondot, melyre a korszerűsítés jelentette a végleges megoldást. Kelemen Ferenc, Izmény polgármester elmondta, a beruházással a házak élettartalma is megnövelhető, mert a beépített szűrőknek köszönhetően a lakóépületek alatt összegyűlt belvíz is a csatornába tud folyni. Egy toppos pályázat keretében nyertünk 110 millió 270 ezer forintot, ha jól emlékszem, és akkor ez így most megvalósult. Megvalósult, még az átadásunk nem sikeredett, de viszont azon is rajta vagyunk, már lassan majd át tudjuk adni. Az a lényeg, hogy most már funkcionál az árkunk. Az elmúlt időszakban járda felújítás, játszótérépítés és az óvoda épületének rendbetétele is megtörtént. A jövőt érintő tervek között pedig az Izményt Apallal összekötő betonút képítése szerepel. Most adtuk be egy-két hete a mostani pályázatunkat, ez most 308 milliót postál, úgyhogy de bízunk benne, hogy megnyerjük, és az önerőt majd utána hozzá megpróbáljuk összeszedni, mert ez sajnos önerős, 5%-os önerőt kell biztosítanunk, de mivel az Apallal konzorciumban fogjuk megvalósítani terület arányosan, így megoszlik az összeg. Izményben különösen nagy hangsúlyt fektetnek a gyermekeket érintő fejlesztésekre, ennek köszönhetően valósult meg egy uniós szabálynak megfelelő játszótér építése és a mozgáskultúrát színesítő konditerem kialakítása.